Η κυρία Γκάλ για 1,5 λεπτό. Kur, biztos asszony, miniszter úr. A magyar kormány és a bizottság a mai napon, ahogy hallottuk, megállapodott a magyar médiatörvény módosításában, konkrét szövegben, azzal ellentétben, amit egyesek sugalnak, és önök mégis ragaszkodnak az értelmetlenné vált vitához. Nekem ez azt jelenti, hogy a médiatörvény csak ürügy, politikai támadás a kétharmados többséggel rendelkező magyar kormány ellen. Miközben az önök által jegyzett határozattervezet az információhoz való jogot kéri számon törvényünken, szövegük csúsztatásokra és tárgyi tévedésekre épül, pontosan ugyanúgy, mint mindaz, amit ma délután elhangzott, félrevezető. Nekem az információhoz való jog, kedves kollégák, a manipulálatlan, valós információhoz való jogot jelenti, és ma délután is ezt önök sértették. Önök érdekes módon csak olyankor állnak ki a szabadságjogok védelmért, amikor azzal jobboldali kormányokat lehet támadni. De sajnálatos tény marad, hogy a szocialista-liberális frakciók soraiból senki sem aggódott az emberi jogok védelméért, amikor a magyar szocialista kormány idején 2006. októberében szó szerint lábbal tiporták a szabadságjogokat Budapest utcáin, vagy amikor a szlovák szocialista kormány a kisebbségek anyanyelvhasználatát büntette. Akkor önök mindent elkövettek, hogy ezekről a bizonyított komoly jogsérelmekről még csak vitázni se lehessen az Európai Parlamentben. Nekem ez felháborító, kettős mércét jelent, kedves kollégáim. Önök a törvény kapcsán a diktatúrát, a többség zsarnokságát emlegetik. Nekem, aki gyermekként megéltem Ceausescu diktatúráját, ez azt bizonyítja, hogy önöknek egyoldalú és sajátos a demokráciáról és a jogállamról alkotott képük. Köszönöm, elnök úr! Szeretném még sajnálatomat kifejezni azzal kapcsolatban, hogy erre a mai vitára sor került, hisz mindannyian tudjuk, hogy a magyar média törvénnyel kapcsolatos félreértések és kérdések tárgyilagos tisztázásának feladata az Európai Bizottságra tartozik, és ez folyamatban van.